Hey, hey, hey! Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel! Isti Rocket was definitely on, guys! Szevasztok, srácok! Was cracking, ja! Nyomok egy ilyet. Azt most onnan miért nem halljátok? Most már halljátok, jó van! Szevasztok, mi a helyzet? Was cracking, picikét ilyen csillezősebb streamre gondoltam most, srácok, nem lesz versenyzés, nem lesz lövöldözés, elméleti szinten semmi ilyesmi, hanem Death Strandingezni fogunk, srácok, megnézzük, nem tudom meddig fogjuk játszani, fogalmam sincs róla, tényleg csak egy ilyen random ötletből jött ez nekem, hogy játszunk vele egy kicsikét. Amennyit tudok a játékról, az minimális, Kojima játék, he's a motherfucking genius. Megmondom őszintén, a Metal Gear-ek nekem annyira nem voltak sosem így a szívem csücskei. Játszottam egyébként a Phantom Pain-nel, azt hiszem. De lehet, hogy másikra gondolok. Mindegy, játszottam vele, tök jó, tényleg tök jó, meg zseniális, de semmit nem mond, tehát semmit nem tudok az egész sztoriról, tehát hogy nem vagyok benne biztos egyáltalán a dolgokban. Végig tolom, hát azért az túlzás, mert úgy tudom, hogy valami 20 óra csak az alap, amit a felületet kapirgálod a dolgokat, a dolgoknak. És utána még sok idő az, na, tehát az végignyomni ezt a játékot. Szóval nem ígérem egyáltalán, de valószínűleg, kicsit hangos vagyok, valószínűleg fogjuk nyomni. Fogok nyomni néha belőle, mert igazából olyan játéknak tűnik, amit talán lehet nyomni beszélgetés közben is, de figyelni kell sok mindenre, miközben történnek a dolgok, ugye bár én nem látom a csetet, hála a jó Istennek, miért is látnám. Akkor maradjunk ezen a platformon, felületem. Hogyan olyan a háttered, please? Ja, ez a háttér itt ez a téma? Ez a 20th anniversary PlayStation téma. Figyeljetek, srácok, olyan tudtok, hogy beszartok tőle. Ez gyorsan megmutatom, miért még elkezdnénk bármit. Feljebb húzom a hangerőt, hogy halljátok. Szerintem fogjátok hallani úgy, ahogy. Na ezt figyeld, fogom magam. Kilogolok. Oké. Kiloggoltam. És most figyelj! Várjál. Elment a zene. Bejött a másik. Visszaloggolok. Szoszika, csak úgy mondom. Na jó, indítsuk el a játékot, srácok, meglátjuk, hogy mi merre hány méter. Szép, sima PlayStation 4-en vagyok, egyébként nem PlayStation 4 Pro-n. Úgyhogy nem tudom, hogy fog muzsikálni a játék. Lehet, hogy meg fogja adni magát a PlayStation, miközben én ezt próbálgatom ezt a dolgot. Nagyon jó a története. Igen, én is azt hallottam. Megmondom őszintén. Lehet, hogy csak egy órát játszunk vele, lehet, hogy még annyian, nem tudom, meglátjuk, srácok, tényleg meddig fogja tartani fönn az érdeklődésben. Mert megmondom őszintén, van egy félelem a játék a kapcsolatban, engem nagyon érdekel az egész. Én nagyon szeretem az ilyen utopisztikus, ilyen skifi cuccokat, meg mit tudom én, főleg az ilyen elvont dolgokat, imádom őket, de azért látom magam előtt, hogy én ebbe beleunok valószínűleg egy olyan 4-5 óra után. Aztán lehet, hogy fenntartja az érdeklődést, nem tudom, az biztos, hogy egy baromi egyedi játék. Joke király vagy Joke király, köszönöm szépen a 400 forintot, nem kellett volna. Na, beállításokban miket tudunk beállítani? Játékbeállítások nehézsége, hát normál legyen szerintem. Bejelentkezés az indításkor, online szolgáltatásokban játékindításban, mit tudom én. Ez mi? Játékélményt romboló információkat, spoiler tartalmazó jelek megjelentésének be vagy kikapcsolása. Hát ne legyen benne spoil, hát most, de ez mi? Na mindegy. Mondom, valószínűleg nagyon sokan játszanak ezzel, nem valószínűleg nagyon sokan játszanak ezzel a játékkal, én ezt nagyon jól tudom. De úgy gondoltam, hogy miért ne. Jó, a többit azt hagyjuk, úgy, hogy van vezérlő beállítások. Egyensúly megtartása a vezérlő érzékenységre. Minél nagyobb az érték, annál jobb prioritás egyensúly megőrzésének. Oké. Jó, hát akkor új játék. Nézzük meg. Lesznek átvezetők, srácok, de magyar feliratos a játék, úgyhogy érteni fogja mindenki. Hál' Istennek, ezt szeretem. Autonikus mentés.
Tudjuk jól, normál. Bármikor módosító. Oké. Majd értem meg, hogy hangos a játék, vagy nem. Úgyhogy ennyi. A háttérre kicsit próbáltam variálni, picikét ilyen lilás. Ez még reményeim szerint majd még erősebb lesz ez, ez az effekt. Csak ez egy LED lámpa, ami mögöttem van. És adtak hozzá egy ilyen nagyon fasza, 1983-ban gyártott RGB-s gyakorlatilag távirányítót. Mutatom a Magic-et, tehát hogy nem a legegyszerűbb történet. Ja, és olyan szintű csavarok vannak benne, olyan mélyen vannak benne a csavarok, és nincs olyan cuccom, amivel ezt ki tudnám most szedni jelen pillanatban. Úgyhogy venni kell hozzám a csavarhúzót. Na, mi van? Képernyő fényereje. Alright. Kalória kapitány, yes! Születésnap! Na, május 3, hogy tudja? Igen, ez a születésnapom. Vízjegyek, mint a rák, halak, cerd, delfin, gigász alatt születek, magasabb szintű dooms képessége rendelkeznek. Bármit is jelentsen ez. Köszönjük szépen. Hangos. Hangos a játék? Nem kéne annyira hangos lenni. Na nézzük, mi a szitu. Bocs, kicsit belemélyülök a történetbe. Wow. Aha. What? Mi volt az ilyen delfin show a Holdon? Okay. Nagyon művész játék. There was an explosion. A bang which gave birth to time and space. Once there was an explosion. A bang which set a planet spinning in that space. Once there was an explosion. A bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. Nagyon sok ilyen zene van a játékban, nem tudom, hogy tiltja majd a YouTube ezt a streamet, fogalmam sincs, srácok, lehet. Lehet, hogy tiltani fogja. Nagyon sok ilyen nagyon feelinges zene van a játékban. Norman Reedus. Wow, milyen szép képek vannak egyébként. Baromi jó, ez is tök jól néz ki. Troy Baker, olyan ismerős ez a név. A grafika az brutál. Az egyszerűen valami félelmetes egyébként. De nem csak a grafika, hanem maga az, hogy végre valami egyedi játék. Tehát olyan szinten ugyanazt a játékot dobja ki mindenki minden pillanatban, hogy az valami fájdalmas, és végre valami újdonság, valami újdonsült dolog. Meg ugye van egy ilyen mélyebb üzenete az egésznek, ugye, hogy egyedül vagyunk a való életben, mint emberek, de mégis az emberiség egymásra támaszkodva tud elérni célokat. Itt is ugye ez az üzenet előjön abban, hogy tegyük föl, ott hagysz valamit egy helyen, egy csizmát mondjuk, vagy bármit, és akkor azt elvileg látja más is. És lehet lájkolni, hogy segítettél másokat. Más játékosra ugye nem találkozol elméleti szinten, de van ilyen benne.
vannak itt ilyen földön túli lények, paranormális lények. Szarra gurít az úr. Egyébként csomagokat fogunk szállítani. Ezt láthatjuk már most is a szemen, elvileg szemnek hívják a karaktert. És nagyon kell vigyázni a karakter, a csomagokra, borzasztóan kell vigyázni. Annál több, nem is tudom, hogy mit kapsz érte cserébe, de majd mindjárt kiderítjük egyébként. Meg van ilyen idővihar, vagy valami ilyesmi, mondom, nagyjából tudom a dolgokat, de... Aha. Igen, nem annyira poén. Esetleg menjél tovább, köszönöm. Oho! Ember! Az mi? Wow. Hűha! Hűha! 323-an vagyunk egyébként, szevasztok srácok! Ajaj! Aha. Azért mondom, nehogy már motorom legyen már az elején, hát az mi? Na, ez már a játék? Aha. Jézusom, srácok, ez nagyon jól néz ki. Nyilván PS Pro még jobban nézhet ki, de... Wow! Okos gyógyszerek. Várjál, megragadás bal kézzel, megragadás jobb kézzel, cipelés háton. Megragadás jobb kézzel. Okos gyógyszer, kézbesítés, rendelés, rakomány beszerezve. Összesen 2x4 darab. Akkor rakomány, háthelyezés kézből... És ne rakja egy idő után magától! Kézben tartott rakomány... Aha, fölrakta. Jó. Ja, hogy most elvesztettük a cuccokat, gondolom. Kézben egy rakományt a testeddel óvhatod. A kézben vitt rakomány akkor sem sérül, ha te valami okból elesel. Okés. Ja, és ott a következő, aha. Szkennelés, az koppincs. Nem mindegy, hogy mész amúgy, mert itt tényleg figyelni kell arra, hogy merre mész, meg hogy mész. Oké. Elég már. Mik ezek a piros X-ek? Ojo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 j
következő. Elveszett rakomány fejadagok. Központi Gócváros. Cipelés hátom. És írja, 18,5 kiló már. Most azt próbálom nézni, hogy lassul-e közbe szem. Fuha. Na, és írja, hogy mutatja, hogy merről jöttem. Ugye ez a játék egyébként akció van benne, de igazából nem az a fő fókusz. Inkább ez a... Ez a baktatás. Tulajdonképpen. Nem maradtál le sokról, Zoltán. Szavaztok, srácok, sziasztok. Bocs, hogy próbálok keveset, vagy hogy mondjam, próbálok figyelni a sztorira, hogy képbe legyek, hogy mi a franc van egyáltalán. Ugrás, mászás. Aha, lehet mászni, jó. Tehát képbe legyek, mert nem akarok hülyeségeket sem mondani. Most megállt. Ott kiváratom az esőt. Jó van, Sam, csak először szedj, most magától oda megy. Oké. Remélem, ilyenből nem sok van egyébként ilyen scriptből, hogy így magától bemegy oda, meg mit tudom én, mert pont azt várom ettől a játéktól egyébként, hogy nagyon sok saját általam véghez vitt döntés legyen, és nem párbeszédekre gondolok, hanem hogy én dönthessem el azt, hogy most így megyek, most úgy megyek, most ott megyek át, most amott megyek át, mert ezt várom ezektől a játékoktól, megmondom őszintén, ma már én egy játéktól azt várom, hogy minél több lehetőséget kapjon a játékos, minél több választási lehetőséget kapjon. A Red Dead is egyébként, megmondom őszintén, a story módja, jaj, de cuki. A story módja azért nem jött be, mert igazából, mert igazából túl sok választási opciót nincs, hogyha missziókról van szó. Ezért is játszottam mindig a vadászatot, mert mindig az van, hogy menj A-ból B-be, és úgy menj oda, hogy a játék kéri. És ebből nem szeretnék sokat. Tyűha. Nem egészen úgy működik ez a világ, mint ahogy mi azt ismerjük jelenleg. Ja, hogy ez rezeg, mint az atom.
Wow. Annyira bírom ennek a... Felgyorsul az idő, de gyorsan kinőttek a növények és el is haltak. Mi a szar? Emberi, már üvöltve sikítanék, hogy mi a picsa van. Szevasz, csuszikám! What's cracking? Fú, az átszeletők nagyon minőségiek egyébként. Iszonyatosan minőségiek. Ja, az a... Hülyét kapnék. Szevasztok, srácok! Kicsit össze... Mindfuck. Kicsit mindfuckon van. Nem értek én se semmit, srácok, továbbra sem. Aha, prológus. Oké. Hát... Szabi, erre majd válaszolok. Egyelőre még fingom sincs, mi történik. De konkrétan fingom sincs, mi történik. I think they're gone. What the hell? Didn't mean to grab you so hard. Tears. A chiral allergy. So, you have dooms, like me. I've got the extinction factor, but I think you got me beat. What's your level? You can see them, right? No, but I can sense them. Level two, then. What are you doing here? Trying to stay dry. Same as you. Time falls let up. My name is Fragile. A csaj neve törékeny, jó? That right? Sam Porter Bridges. The man who delivered. A saját merchandise-e van a csajnak amúgy, tehát rajta van a neve a ruháján. Videós bolt. Ez mi? Benekapt, könyörgöm. Dehogy! A crypto buy it a day keeps the time fall away. Oh! Bear Grylls!
Jesus. Egészségedre. Wanna come work for me? It must be tough out here on your own. Yeah, I thought Fragile Express had plenty of people. Plenty of traitors. Yeah, I do. Not much left of us now, save for a few innocent folks. And on top of that, not much left of me either. Got soaked from neck to toe. I can't help you with that. I make deliveries. That's all. This is Bridges Central Dispatch. Freelance contractor Sam Porter Bridges. Receiver is standing by for drop. Headed into town. Watch yourself. Those things never stay gone for long. Az jól hangzik, Mary Poppins. Oké, tehát ő van a képen. But it can't wash everything away. The past just won't let go. I'll see you around. Sam Porter Bridges. A csaj térben ugrálgat. Jó, tehát az időzápor, a játék nagyon halk. Szóljatok. Tehát, hogy most lehet így hangos lesz, nem majd írjátok. Tehát az időzápor az mindent felgyorsít. Oké, eddig ez teljesen jó. A csajt úgy hívják, hogy Fragile, és a Fragile Expressnél, aha, van már HP-nk, van már a stamina. Bejje, vörös csík a vérkijelző, ha egy nullát sem meghal, a kék csík az állóképesség kijelző. Ahogy fogy, úgy lassú szem mozgása, és úgy válik számára egyre nehezebb, hogy megőrizze egyensúlyát. Oké. Na, akkor gondolom menjünk tovább, nyomjunk egy ilyen scan. Gondolom még van kettő cucc, igen. Elindul egy zene mindjárt. A nevadó és megindult a csávó. Most a kérdésem, hogy írja a csík, oké, de nem látok most csíkot. Á, hogyha elkezdek futni, van sprint. De jaj, ne fuss ilyen gyorsan, haló. Ne. Hú, ezt még meg kell szokni, hogy kell lejönni. Anyád, de milyen jól néz ki. Megmarkolás egyensúly. Hogy így megmarkolja a táskát, szétadom. És ezek az játék, ezt tudjátok mi? Ez egy TPS Euro Truck Simulator. Hűha, ott nekem át kéne mennem a folyón? Biztos vagytok ti abba? Kitartás, állóképesség fölött. De jó az a zene! Oké. Okay. Cipelés háton. Elvileg még egy van. 3x4. Jaj, fönt hagytam. Nem már. Akkor felmegyünk érte, srácok. Nem maradhat úgy. De nem, miért nem vettem észre? Megszopatom magam. Gyerünk szem. Gyerünk szem. Jó, kicsi chill. Ha a folyóban egyensúlyozó képes lesz ellenállni a vízáramlásának, ha mindkét kezeddel egyensúlyozó, tovább tudsz szapaszkodni. Menjünk vissza. Come on baby, you can do it. Ott hagytam, srácok, teljesen elnéztem. Hol van? Még ott fönt? Jaj, nem, most komolyan ott hagytam egészen a... Hű de hülye vagyok, srácok. Köszi a moderátoroknak egyébként a munkát. Túl drámai a zene, srácok, ez a játék lesz drámai. És itt, ja, és itt hagytam. Aha. Oké, jó, hát ez. Na, nyugi.
most már jó. Terepen időnként elhagyott, nem kézbesített rakományokat is találhatsz. A rakomány jó állapotban, most már hangos. Hangos az a zene van. Jó. Nagyon jó. Jaj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 
Ez csak PS4, és csak ez majd lesz PC-re is egyébként. Nem tudom mikor, talán egy év múlva, de lehet, hogy később, nem tudom. Na. És hova megyünk? Gondolom oda. Gondolom itt az út egyen, vagy a kövekbe el lehet botlani, de lehet, nem. Ugye az a lényeg, srácok, hogy el lehet esni a játékba. Tehát, hogy rajtunk van ez a sok felszerelés, és el tudjuk hagyni őket. És ez a lényeg, hogy le tudjuk szállítani őket egyben épségben. Nagyjából ez a lényege. Ez a lényeg a játéknak, srácok. Megpróbálok ott átmenni. Mit szóltok? Let's go! Run! Run, Forest! Oké. Okay. Erre a városra vagyok kíváncsi. Elvileg valami olyasmi van, hogy most már legtöbb ember nem is él a felszínen, hanem ilyen bunkerekben élnek talán. És ezért vagyunk mi szállítók, hogy vigyük a cuccokat nekik. Gyakorlatilag DHL szimulátor. Jól énekel, Szisti. Mennyire nem? Itt most hogy kéne? Ott van egy lépcső. Megnézzük, mert fogalmam nincs, hogy... Hogy van, mint van. Wow, ez mi? Caution, caution. Denied. Arra nem mehetek. Értem. Jó. Ezt jó, hogy tisztáztuk akkor. Nem mehetek én arra? Nem mehetek arra. Jó. Most itt át kéne mennem? És akkor vannak különböző eszközök, létra, meg csizma, meg minden szír szar egyébként. Szóval eléggé all around a játék, meg el kell majd neked osztani a súlyát a cuccoknak. Na már kell itt átmenni, ijjajjaj. Könyörgöm, pihenjen meg itt fönt. Jó. De nem pihen meg, de. De nem pihen ott meg. Wow, az kemény. GLS futárszimulátor. Abszolút, srácok, abszolút. FedEx. Netpincéres játék, azaz. Pont ma rendeltem kaját, és így gondolkoztam is rajta, mert láttam én is streameket, mert csomóan nyomják ezt a játékot, egyébként most a Csapból is ez folyik értelemszerűen. És így gondolkoztam majd, hogy ha Sam hozta a kajámat, már annyira belégett az agyamba ez a játék. Na most akkor, azt tudom, ide kell-e jönni? Hát most feltételezem. Azt, hogy a központi gócváros. Ott van. Központi gócváros. Ott van valami. De megfut, de megindul az űrge. Nem szar a gurit. Elveszett rakomány. Központi gócváros. Nyugi. Ilyenkor úgy megindul, hogy le kell nyugtatni, hogy ne nagyon fussál. Na és ez mi? Újabb elveszett rakomány. Na és akkor azt fölrakja már oda. Ez már 71,5 kilós, rácok, látjátok? Jaj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 
vagy helyez a súlypontot a másik oldalra. Tehát nem mindegy, hogy mész, mert el tudsz esni. Na így már azért a futás nem úgy megy neki, mint az előbb. Fű, ez így jó lassú. Azok a járművek? Aha, és jobbra kell vissza nyomni. Jó. Na, ezek a kocsik? Hoppá! Hoppá! Vaj, ne csak. Te itt írt valamit, nem? Jaj, ne, szem, ellenség! Jajaj. Jó, hagyjuk ezt most, mert...
Most megtanít a játék arra, hogy milyen az, hogyha... Ú, ez nagyon kemény. Ez a 71,5 kg, ez már soknak számít neki? Oké. Nyugi, 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 szem, el essé, baszki. Fú, ez kemény, srácok, ez, erre így figyelni, majd így menni mindenhova, hát hülyét kapsz. Fűha. Megindulunk. Nem tudom, mitől borul el a... Aha, értem, irányt változtatsz futás közben, akkor tud lenni. OCA 0120, kézbesítés központ. Nem most dobd el, szem. Na várjál, gombok nyomva tartása, tartsd nyomva, ikont látod, tartsd nyomva, fontos megjegyezni a gombomáshoz. Terminál aktiválása. Két rakomány kézbesítése. 71,5 kg. Két rakomány kézbesítés kifejezte az ügyfél által kérelmezett rakományt. Ó, csak ebbe el kell merülni, ma azt tudom, mi a szar van. Várjatok. Oké. Részleges kézbesítés. Ha az adott számú mennyiségű tételt kell leszállítanod, következő lehetőség közül választhatsz. Rendelés teljesítése, átadod az épp nálad lévő kért tételeket, és elintézetnek tekinted a rendelést. Részleges kézbesítés, átadod az épp nálad lévő kért tételeket, és visszamész a többiért. Értem. 3/4. Elhagytam el... De mikor hagytam el egyet? Nem 4 van nálam? Nem 4/4 van? Na mindegy. Este, hogy okos gyógyszerek kézbesítése. Akkor egyet tényleg elhagytam. Valaki írta is kommentbe. Őha, vagy föl kell fognom, mi van. 3/4, minimum 1. Következő. Teljesen rendelési kárt tekinti meg. Oké. Ő még fel kell fognom, hogy mi van. Sőt, ez Tesco bevásárlás, srácok. Nem is GLS, ez Tesco. Elvesz rakomány kézbesítése. 5%-ban megsérült? Jó, még egyszer elesett. Tűha. Szerszámok. Hű, lájkok, 129 like. Karolka, hordár fokozat. Rakomány állapot. Teljes játék, 27 perce játszok már. Ja. Oké. Rendben. Le lett adva. 120 kiló, 0,5. Ja, maga gondolom a cucc az 0,5 kg. Oké, tartsd nyomva a gombot. És akkor nem kapok újat? Várjál. Kézbesítés. Jó. És most mi a következő történet? Okos és főrakomány megtalálva. Okos gyógyszer, központi gócváros. Ott lett elhagyva egy. Lehet, hogy egy hiányzik még amúgy. Na, mindjárt megnézzük azt. De azt mikor hagytam el? Ja, leesett rólam, amikor billegtem? Vagy a folyóban eshetett le? Amúgy métert írhat... De még ott fönt is van valami haló. Hogy csináltam én ezt? Na mindegy. Érdekes, hogy ezt most így... Hogy ez hogy sikerült nekem ezt most így elszarni, azt nem tudom, na mindegy. Állj meg, Sam, jó, szépen. Ezt így mikor dobt hagytam itt el? Na jó, akkor ezt visszavisszük, az kész. Hát...
Föl se tűnt, hogy elhagytam. Na, el is figyelni kell, hogy egyáltalán fölfogjam azt, hogy elhagyok valamit, bakker. 347-en vagyunk. Ez tök jó, srácok. Én ezt nagyon... Nekem az teljesen megfelelő. Szkennelj. Szkenneltem. Nektek, nektek most... késik a live sokat egyébként. A normál latency-n vagyunk. Mert szerintem az volt a baj egyébként a YouTube-nak mindig. Azért esett ki, úgy szevasz, Lili. Azért esett néha szét a live, mert hogy... Mert itt az a low latency-vel már kísérletezik az ember, akkor már hülyéskedik szerintem a YouTube. Szétszort. Abszolút szétszort vagyok. Szét vagyok esve. Nagyon jól néz ki egyébként, a Norman Reedus is tök jól megcsinálták. Neki alapból olyan arcszerkezete van, hogy olyan a csávú, mint aki semmitől nem szarik be soha. Lehet találni random elhagyott vagy eldobott csomókat, nem biztos, hogy te dobtad el. Azt tudom, csak hogy, de hát mindegy, én négyre emlékeztem egyébként, hogy annyi van nálam. Mert egyébként még vissza is mentünk, akkor írt a 3x4-nek, nem? És akkor visszamentem föl, és akkor volt 4x4, na mindegy, valami biztos elszartam. Oké, okay, baby. Delivering cargo. Na. Had to wait out the storm. Lost my bike. Sounds like you've been through the ringer. Luckily, our goods are in perfect condition. Well, you did keep us waiting. Everything else seems to be in perfect order, so great work. We'll be awaiting the next delivery. Tehát az olyan, a legtöbb ember a föld alatt él elvileg, és nem is találkozunk kb. Sok emberrel, hanem így ilyen hologramokban látjuk őket. És akkor még 28, ugye lájkolgatnak minket egyébként, ami valamire biztos, hogy jó. Még ugye nem tudom mire. Awesome! Hordár. Egy vagy több, rakomány átlagos sérülése, megtett távolság, ezek csak ilyen átlagok, és kort össze, aha. Fűha, jó van. Igyekszem felfogni, mi történik, srácok. 20.42 van most, nálam is 20.42, ezt nem egy perc körül lehet, vagy még annyi sem. Ilyen 40 másodperc esetleg. Mi ez? SMD. Oké. Okay. Aha! Az már kocsi! Azt a kurva! Szétadom. És ennek mi a funkciója, hogy ez ilyen magasan van? Szevasz, tesó! Igor, Bridges Corpse Disposal. Sam Porter, I presume? Right. Not the touchy-feely type. Takumi said you had some kind of phobia. Bridges Corpse Disposal? What happened? Look, gotta get a move on. I'll explain as we go. Come on. Ugye a Bridges az elvileg a cég, ahol dolgozunk, ahol ez egész működik, ez a futárkodás történik. Fú, most tele lesz hullákkal? Hát tele nincs, hál' Istenek. Ja, aha. How long since he flatlined? I don't know the exact TOD, but I'd say it's been upwards of 40 hours. He was in quarantine. Not sick. This is a suicide. Jesus. We're just lucky we found him at all. Got him on ice ASAP, but who knows when he'll go necro. Where are you taking him? Closest incinerator's to the north. This route's crawling with BTs. Sure you can't use another? I wish I could, but there's no time. Then just burn the poor bastard right here. You put all that Kyrillium in the air so close to town? Can't do it. Better that than trying for the incinerator. Hey, we can do this. We just need someone like you with dunes. Átjárja az erő. Well, he's already in the first stages of necrosis. If we don't hurry, this place is a crater. So how about it? Can we count on you?
Bridges hereby enters into a contract with Sam Porter. Sam. Just Sam. And I can't spot BTs. Just sense them. That's why we came prepared. A bridge baby, huh? With its help and you, we'll be able to stay one step ahead of them. Istenem beteg, srácok! Makes me feel like shit every time. Well, you are plugging into the other side. Freaks me out too. Roll out! Azért néz ki úgy, mint a Walking Dead-ben a csávó, mert ő játszik a Walking Dead-ben, srácok. Norman Reedus. Fú, próbálom felfogni, mi történik. Oké, okay, szóval... Doom-szindrómánk van. A PT-k gondolom azok a túlvilági lények. És a nekrózis folyamatában van... A hulla. Meghalt valaki és átmegy ilyen nekrózison. És most el kéne égetni a holttestet. America is a country. Anybody could go anywhere they damn well pleased. No need for couriers like yourself. We had highways, airplanes. Hell, you could even visit other countries. Hard to imagine it now. As you can see, the Death Stranding poked us full of holes. Fucked us beyond all recognition. And if you were lucky enough to survive, the timefall came and washed you away. Then those freaks from the beach showed up. The worlds of the living and the dead all mixed together. And that's when folks started holing up in the cities. Couriers like yourself got put up on a pedestal. Szivárvány. How much further to the incinerator? This guy's about to pop. Shit. We're gonna have to cut to the BTs. Azt valaki vezeti? Éha. Benne valaki más. No, nothing. This BB must be busted or something. Mozgassam a kamerát, ja lehet körbenézni? Hát honnan tudtam volna, srácok? Azt hiszem, hogy így van a kamera, az kész. Aha. Oké. Okay. Aha, tehát most időviharban vagyunk, elvileg. Aha. Oh my fucking god. Oké. Okay. Viszont ránk ez valamiért nem hat. Ez az idővihar.
Azt hittem, hogy bele se nagyon szabad menni. De hát most benne vagyunk az idő, de hát na mindegy, nem tudom. Majd kiderül. Mert ez a Jones-szindróma egyelőre csak annyit jelent, hogy érezzük ezeket a PT-ket. Aha. A baba is gondolom érzékeli egyébként a dolgot. Azért kell a baba, hogy rákapcsolódik a túlvilágra. Oké. Okay. Ott kellett volna elégetni a hullát, ott helyben. Hűha. Nem néz ki jól. Jól láttam, hogy öregedett? Ja. Nincs rajta kapucni? Gondolom. Mire az elmegy a csávó, már összeöregszik ott a cucc alatt. Oké. Okay. Halk a játék? De a zene meg rohadt hangos. A szokásos dolgok. Som srácok. Aha. Ez volt a trailerben, igen. Anno. Som srácok, hát ez...
Hát lehoz az életről, ember. Hát... Uramisten, srácok. Értek, hogyha hangos lenne a játék. Miért öli meg magát? Feltételezem azért, hogy ne kerüljön ott a PT-k kezére. Valahogyan ne vigye őket át valami olyan túlvilágra, gondolom. Nem tudom, majd kiderül. Jó. Az ott a sérvműtét volt. Azok pendrive-ok a nyakában. Értem. Most először mondanom kell, hogy ez a túlvilág. Szerintem ez a túlvilág, mert itt vannak halott állatok is. Meg ez a 5 darab valami. És a title screen. Fú, srácok! Próbáljam feldolgozni? Meg már hangos, nagyon jó. Na, ezzel most mit csináljak, srác? Halk, hangos, jó van akkor. Ami még él egyébként itt. Aha! Micsoda repatriálás? Nem repatriált, vagyis ha megölték, képes visszatérni az életbe a szegénynek nevezett helyről. Szegény! A szegélyen kövesd a fonalat, hogy Sam lelkét visszavezesd a testéhez. Fonalat? Hogy életre kérdez, milyen fonalat? Ja, hogy azt ott. Őha. Oké, követem a fonalat. Va, jaj, az már nem... Várj, nem olyan egyszerű ez amúgy. Hol van? Őha. Melyik vagyok én? Oké. Akkor ez a szegély. Várjatok. Ne, de atya úristen, ez az irányítás, ez beszarás. Oké, nyugi. Itt vagyok, haló? Várjatok. Itt vagyok. Repatriálás. Ja, jó.
ettől nem lesznek rémálmaim, srácok, akkor semmitől. De komolyan. Ez nem egy ilyen esti mese. Maradjunk annyiban. Erősen 18 plusz, ki kéne raknom a stream címébe. Hát ez... Na jó. Mondom az elméletemet, oké? Once there was an explosion. Majd mondom. A bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. An explosion that will be our last. Igen. Rakomány szkenner. Odradek. Az Odradek képes letapogatni a rakomány címkéket. Gondolom ez az Odradek, ez a kis kéz, ami itt van. Repatriált, vagyis ha megölték, képes visszatérni az életbe, a szegénynek nevezett helyről. Tehát akkor gyakorlatilag halhatatlanok vagyunk. Tehát Sam repatriált. Mellette Dooms szindrómája is van. Próbálom most csak összerakni az infókat, próbálom fejben eltárolni ezeket, mert mindfuckon van ettől a játéktól. Kézben egy rakomány, testedre óvhatod. Kamera felle, mozgatása, futás, kitartás. Kitartás az állóképesség fölött jelenik meg. Amikor olyan cselekedet végzel, ami megterheli Sam testét, amikor a kijelzőn teljesen lemerül, Sam nem lesz kép... Menj vissza! Nem lesz képes tovább cipelni a terhét, miért ez megtörténik, állj meg pihenni. Oké, játék folytatása. Hú, öcsém! Ez az allergia is durva, amitől könnyezik, ugye mondta a csaj, valamilyen allergiája van, nem emlékszem milyen allergiája. És azért könnyezik elvég, nem azért, mert egy puszi. Mint mondjuk én lennék ebben a világban, öcsém, hagyjál már. Panetrald? Na mindegy, nem tudom. Oké. Okay. Oh, you're awake. So, how does it feel to be back in the world of the living? Don't worry. I'm a doctor. Well, a coroner, originally. Szevasz, Doki. Call me Dead Man. I'm well acquainted with the dead. Not like you, of course. Contrary to the name, I've never actually died. Csak ott van a színész, aki erről mintáztak. I advise against that. I'm no expert, but I can assure you it's for your own protection. See? So I'm a prisoner. These aren't handcuffs. They're cutting-edge devices that keep us all connected. Us? Oh, us. Yep. Bridges, humanity's best hope for the future. Or avoiding extinction, if you prefer. Right. Where am I? What time is it? Watch me. Try pressing it against your skin, like this. Relax. That just means your body's got a good connection to the cufflink. Look, look. Cuffs will watch over you 24 hours a day. That is to say, we will. We're here to help. What the hell? 2 days? During that time, we took the liberty of collecting fluid samples from you. You're a repatriate. That makes you very special. What happened to the CD guys? Central Knot was obliterated in the annihilation. Game over, man. Place is a crater. Wow. The only ones to get it continue were you, for obvious reasons, and your broken bridge baby. Is it all right? It's been marked for disposal. Didn't work anymore. Why keep it?
We lost everyone. Not just corpse disposal. My team, HQ, all of Rediford, every soul in Central Knot City. We're at our base, in Capital Knot City now. Or should I say, our new headquarters. Sudbury seemed the logical choice. But our implementation team has been decimated. And there's only so much they can do in 2 days. Things here are a mess. De jók azok a ruhák. Fortunately, the director and his support team were out of town at the time, so the chain of command remains intact. Meddig voltam kiütve? Monster. I hate to do this so soon, but I have a job for you. Hogy ne lenne? This stencil is from when you repatriated? What's the other mark from? A clinging woman in a cave. I see. Aphanphosmphobia. Hoptophobia. No wonder you were out there alone, where no one could touch you. I'll try to be more careful, Sam. So, the job is an urgent delivery. I need you to bring the president some morphine. What president? America's gone. You talking about the mayor of Central Knot? No. Not the mayor. America lives on, Sam. The president is in the final stages of cancer, in critical condition, but there's still time. Why me? Look, Sam. Do as I ask, and I promise it will all make sense. Why don't you do it? Because I'm not really here. Oh-ho! Apologies. This is just a chirogram. And here, come the tears. Allergic reaction to the chiral transmission. I'm actually over in the isolation ward in the big triangle building. Here is the morphine. Bridges hereby enters into a contract with Sam Porter. Come on, you got morphine there. What's this about? Tell me the truth. The truth, Sam, is that America's last president wants to see you in person. Are you really about to say no? Dehogy nem, visszük. Zsa, Donald Trump! Very good. I'll see you in the isolation ward. Anyádat. Oké. Na, az mind a csomagunk, amit vinni kell. Megragadás. Rakd a hátadra. Azaz. Jó. Oké, akkor morfium az értem, amit vinni kell, ugye? Ja. Azok a hangok. Request transport of morphine to isolation ward for immediate administration to the president. Oké, okay, ezek a hangok. The isolation ward should be pretty obvious. If you're not sure how to get there, you can set markers and draw routes too. Try it out and you'll see what I mean. Oké. Okay. Mondjatta, igen. Itt a térkép, jó. Jézusom, oké. Okay. Ez a cél elkülönítő. Oké, okay, azt meg fogjuk találni.
Jó, és akkor mondjuk jelölő elhelyezése, jelölő elhelyezése, jelölő elhelyezése. És az összes jelölő törlése. Ez jó, ezt szeretem, de próbáljuk már ki tényleg, hogy tehát jelölő ide, és jelölő oda. És akkor elvileg, ha én azt látom is, fullos. Ez mi a jó istennyila? Ez mi? Oké. Okay. Jó, itt vannak romos épületek. Bridges. Uram, és ezt mennyi ideig lehettem kiütve? Sam, your friendly neighborhood dead man here. If you want to confirm you're headed the right way, check your compass. It'll never steer you wrong. Van iránytűm. És az iránytű mód. Aha. Jó. Megtanulgatjuk. Nem tudom pontosan ki ez az űrge egyébként. Nem, Kojimában nem vagyok otthon egyáltalán. Nem tudom, a város. It was also the seat of the reconstructionist movement. Reconstructionist required special treatment. She would have never left. And if she hadn't, we wouldn't have either. Ja, ezt az épületet mutatta a csávó. For bridges only. Mhm. Ezt a játékot abszolút a sztori viszi el a hátán egyébként. A gameplay mechanizmusból sokat még nem tudok, megmondom őszintén, hogy milyen, amikor nagyon sok mindent viszel magaddal A-ból B-be. Most csak ezt a kis pakkot kell vinni, ez nem kéne, hogy gondot okozzon. De micsoda technológia van kiépítve? Én ezt bírom mindig egyébként az ilyenek, ez például ebben a világban is, hogy oké, az ember is gyakorlatilag kipusztulás szélén, vagy nem tudom, de valami nagyon nagy gebasz volt, de mégis olyan high-tech minden, és annyira hibátlanul működik minden, hogy az elképzelésünk sincs róla, még most sem. Mennyi ember? No chance of a recovery then. None that I can see. No. We should start making preparations. Sam. It's me. Dead man. Szavasz, tesó, és most tényleg itt vagy? Vagy most megint csak szopadsz? Sorry, my mistake. Okay. Nem szereti, hogyha hozzáérnek. Fóbiája van. I'm afraid the president's condition has deteriorated. Thank you. This will help to ease the pain. Jó, hogy ennyi volt a izé. And allow her to speak with you in these final moments. Hölgy. The first and last female president of the United States. Surely you remember her. She raised you? What? You're not exactly dressed for a reunion. Take that off before you come inside. Szabadulj meg tőle, mi egy szápölcsbe menjek be, vagy mi? Ja, ide kellett hozni a morfiumot, értem. Azt hittem, hogy csak oda megyünk egyébként izélni. Oké. Okay. Kevesebb, mint 50% sérülés, igen. És a kettes szintű a kapcsolatunk a csávó, a UCA állapota. Oké, okay, awesome. Nem volt egy nehéz. Jó. Oké. Okay. Torrente, azaz! De elnök, nem elnöknő lenne akkor a helyes... Meg... Mi a... Pöcs? That's the president's right-hand man, the director of bridges. Die hard man. Oh, you were with Bridges One. So I guess no introductions are necessary. Die hard man. Ő dead man, ez pedig die hard man. Mm-hmm. What's it been, Sam? 10 years? Look at us. A bunch of deathless freaks meeting like this. Yeah, well, good to see you two. President's waiting.
It's your mother, Bridget. She's a bit out of it, but I know she'll recognize you. Wow. Madam President, we've brought Sam. We'll leave you two alone. Sam, I knew you'd come back. Are you doing all right? Amelie. You remember Amelie went west. Took her 3 years to cross. She's trying to rebuild the country. Still going on about that, huh? You're the one I wanted to send, Sam. Time's running out. Help Amelie. She needs you. Together, you can help us reconnect. You can make America whole. Sam, if we don't all come together again, humanity will not survive. We don't need a country. Not anymore. We do. Alone, we have no future. No, America's finished. Bridget, you're the president of jack shit. Sam, listen to me. I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. Madam President! Oh, no. Elnök asszony, az már egy jobb megnevezés. Doctor, we need your help. Várni foglak a parton. Ott a segélyben, vagy ha, mi volt annak a neve, nem tudom. Ott azon a részen, ahol lekerülünk. Elvileg. Gondolom, arra gondolt. Oké, szóval a célunk az nagyjából az, hogy újra egyesítsük az Amerikát gyakorlatilag, az embereket gondolom, a hálózatot építsük ki. Gondolom emberek között. Fú, srácok, ez nagyon deep. Ez nagyon deep ez a játék. Ez ilyen srácok, ez ilyen nagyon, nagyon hosszú átszetőkkel operáló dolog. Szerintem és nagyon jól meg vannak csinálva ezek az átszetők. Nézzétek meg milyen minőségiek, olyan, hogy egy filmet néznél öcsém, érted? Kb. Elfejtett, hogy játékról van szó. Aha. Wow.
Ugye ez csak egy szimulált környezet volt, beszart neki. Fú. Ez kicsit Black, van egy Black Mirror flashem. Egy pici Black Mirror feelingem van amúgy. Komolyan mondom. Hogy a Black Mirrorban ez egy ilyen jelenet lenne. No one can know that the president is dead. If word gets out, Bridges is finished. Now what happened here does not leave this room, do you understand? Yes, director. But there's still the matter of the body. Without corpse disposal. Mm-hmm. We've got that covered. Azt nekünk kell megcsinálni. Piramis játékot kell csinálni, MLM marketing, ja? Sam, before she died, the president made a contract with you. What are you talking about? As a member of Bridges, you're gonna work with the rest of us to rebuild America. You think you can recruit me? Like she tried to? Well, she succeeded. Look at your wrist. If that's not symbolic, I don't know what is. Director, the cancer spread throughout her entire body. Harvesting organs is out of the question, and there is no need for an autopsy. Her body needs to be cremated before she necrotizes. And if we don't, this place will turn into another crater. What do you want me to do? We don't have any porters right now. Mm-hmm. And the CD team you went into the field with are dead. But the president's body has to be burned. The road from Capital Knot City to the incinerator was compromised in the void out. Now the only way there is on foot, through the mountains. But the chiral density there is off the chart. It's gotta be BTs. This job has requirements. Tombs. Repatriate. So me? Why? Sam, most mondta el. On the clock. Now get it done, Sam Porter Bridges. Tehát vihetjük a saját édesanyánk holttestét elégetni. Én azt nem értem, hogy azt mondja, hogy nekrózis, vagy valami ilyesmi folyamaton átesik. És utána a kráter marad ebből az épületből, szóval mi ott berobban, vagy mi? Nem, szóval annak még azért kérdéseim bőven. Elkülönítő föld alatti bejárat. Szent Imre kórház. Szóval, öcsém. Képzeld el azt, hogy egy holttestet kell a hátadon vinned. Can I have a moment? Vagy nem tudom, hogy hol vinned. De hogy a saját édesanyját holttestét. President Strand believed in American Reconstructionism. She worked tirelessly to bring the nation together again. And without her, there would be no Bridges. She deserves a funeral with full honors. But we can't give her that. If she dies, America dies. Without her, Bridges will cease to be. Listen. Her cremation must be carried out with the utmost secrecy. Even if we pull it off, what then? Who's gonna take her place? Face it. America's history. Sam, America isn't dead yet. He just said that it dies if Bridget dies. She may be lost to us, but we still have an America worthy of the presidency. Sorry, what? Let's not get into it now. What matters is that we're going to finish your mother's work and rebuild America as she intended. That's the reason Bridges exists. So take the first step, Sam, and deliver the president's body to the incinerator. If we don't all come together again, humanity will not survive. You're the one I wanted to send, Sam. Time's running out. I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. Nagy betűvel tartom. The facilities to the southwest. Remember that you'll be passing through BT territory. We built the incinerator way up in the mountains, so that the chiral matter in the smoke wouldn't reach the city.
It won't be easy carrying a body up there. Ez körülbelül szerintem olyan... Jézusom, srácok! If anything comes up, we'll offer you support by the cufflinks. Okay, szerintem ez egy ilyen... 50 kilós test lehet, 40-50 kiló? De mindjárt írja, majd gondolom. Úristen, de jól néz ez ki! Ahogy ott a nagy Bridges logó. A cél tudattal szimbolizálva, vagy nem tudom, a cél szimbolizálván. Aha, 55,4 kiló, jó. Kézusított elnök holttestét. Igen. Jó, jó. Na nézzük, hogy mi a szitu. Hamvasztó, az itt van fönt. Olyan messze nincs. Balázs, nagyon szépen köszönöm a 400 forintot, de igazán nem kellett volna tényleg fáradoznod vele. Na srácok, szóval akkor picikét, együk már össze a gondolatainkat, jó? Xefan, de ugyan már, köszönöm szépen, ez se kellett volna. Szedjük össze a gondolatokat. Szemmel vagyunk, aki... Húha, várjál? Ó, annyi fogalmat dobáltak be nekem, hogy nem igaz. Valaki itt írt a kommentbe, hogy az egy tök alap dolog, hogy a... Hogy mit írt ide? Várjatok, ezt felolvasom, mert én nekem ezek tök új dolgok egyébként. Tud lehet, hogy egyszerű kémia. A nekrofil testéből kiszabaduló kálium berobbantja a légkört. Ezt beszéljük már meg Dorian Rising, hogy ez egyszerű kémia-e vagy nem, mert szerintem ez nem egyszerű kémia, haver. Szerintem az egyszerű kémia ott kezdődik, hogy a oxigén, O2 vegyel, stb. Nem az, hogy a nekrofil testvej, a nekrofil, a nekrofília, beszéljük meg, jó? A nekrofília az a holttestekhez való vonzódás, ugye? Nem biztos, szexuális, úgy gondolják, szexuális vonzódás holttestekhez, vagy aktus, amely egy holttestekkel történik. Oké. Okay. És miről volt itt szó? Bocsánat, ezt beszéljük meg, mert fel akarom fogni. Nekrofil. A nekrofil az az ember, aki nekrofiliás. Hasonló a pedofilhoz, csak a halott. Tehát mi az, hogy a nekrofil testéből kiszabaduló kálium berobbantja a légkört? Mi az, hogy berobbantja a légkört? Mi robbantja be a légkört? Ezt beszéljük már meg, srácok, ez mi? Lehet, hogy csak trollkodás volt, de hogy én így elhiszem, hogy... Én elhiszem, hogy én ezt nem vágom. Máté, nagyon köszönöm. Én elhiszem, srácok, hogy nem vágom ezt a dolgot, de hogy így mi van? Na jó. Majd beszélgetünk, mert most lesz időnk, jó? Főgócváros. Várjál már, ott vannak rendelések, ott fel lehet, de nulla van, jó? Akkor figyelj, megtervezem, jó? Jelölő. Mit tudom én? Jelölő. Ez folyó akar lenni? Az akar lenni. Muszáj lesz átkelni a folyón. Jegyezd meg ott róla, rossz hagyjad, Isti. De nem csak, hogy tényleg ez most mi? Tovább játszanál, kiderülnének a dolgok. Jó van, Tomász, nyugodj meg. Haladok. Muszáj lesz, itt menjünk át a folyón, mit szóltok? Valahogy itt menjünk át a folyón, mert itt nem tűnik túl durvának. Úgyhogy valahogy így, és akkor, hogyha... Vá. Tehát így jöjjünk. Sőt, ide is rakok egyet, hogy már ne veszítsem el a fonalat. Nem tudom, mennyit lehet rakni. Így. És itt átjövünk. És akkor, hát mit tudom én? Jöjjünk végig a folyón, jöjjünk a folyóparton, valahogy így, de majd úgyis látjuk, hogy mi a szitu. Majd ilyen izé. Várjál, már most eltüntette innen a többit. Ennyit lehet lerakni. Na, az nagyszerű. Akkor nem így fogjuk megtervezni. Akkor ide rakok egyet, ide rakok egyet, ide rakok, meg ide rakok. És akkor itt meg már majd megtervezzük, jó? Szerintem ez olyasmi akart lenni, mint amikor valami hosszú és okosnak tűnő szót akarsz mondani. Jó, ez valószínűleg... És mi van a nekromanciával? Beszéljük meg. Mi az a nekromancia, srácok? Ezek a hangok, ezek kikészítenek.
counts when transporting corpses for disposal. 48 hours following cardiac arrest, they go necro and become a fresh BT to make our lives hell. Értettem, akkor menni kéne. Necromant a fantasy és horror művekben előforduló olyan személy, aki holtak a kapcsolatos mágiákkal. Ja, értem, necromancer. Jó, így már megvan. Jó, srácok, haladjunk, mert tényleg itt nem akarom, mert most mondta be az űrge, ugye, hogy kialakul belőle ilyen PT vagy PV vagy mi a jó isten nyila. És azt nem akarom így elérni. Úgyhogy haladjunk. Na. És elessek, öcsém. Nyugi. A tetemek a rendes rakománynál jóval hajlamosabbak ide-oda dőlöngélni. Nagyon jó. Ha kezded elveszteni, én is úgy... Jó. Ezt jó tudni. A saját édesanyámat viszem. Halott mágia ízni. Most már én is... Magyarul még nem hallottam ezt a szót sosem. Megmondom őszintén. Nekromancia. President Bridget Strand was the symbol of American Reconstructionism. Even with the country shattered and its people scattered to the four winds, she never stopped believing they could be reunited. People held on to their hope that America would rise again because they believed in her. Jézusom, se csak végig billeg, érted? Can be rebuilt. America lives on. Jaj. Together with Bridget's undying spirit. Nyugi. Ez mi? Stefan, de nem is Stefan, de kérdezte, Mark, milyen a game eddig? Figyelj, nekem tetszik, megmondom őszintén, bár mondom, sokat nem játszottam még. Tehát, hogy el voltam már, annak meg nulla izéje van, ugye? Na, ott az első pontunk, a C pont. Megindulunk. Yeah, just like that. Jó. Szerintem nagyjából jó a terv, hogy akarok menni. Aztán persze meglátjuk. Mert... Hűha, fű de billeg, fűha. Nyugi. Anya, nyugodj meg. Na, nyugi. Nyugi, muter. Tudom, ez beteg vagy fekete humor, de valahogy próbálom ellensúlyozni azt, amit eddig láttam, mert kb. Hülyét kapsz. Hülyét kap az ember. El fog esni, hát... Azt a kurva. Your body is away with me, but I'm exactly where I wanna be. Próbálom nézni, látszódik-e már a hogy hova kell vinni, de még nem. Hiszem, hogy látom. Na. Tök jó a zene. És inkább megáll. Aha, akkor még nem itt megyek át, jó? Oké. Fú, nem egyszerű menni, srácok, tehát, hogy el lehet esni simán, probléma nélkül esel. Na, nyugi. Ja, meg ne sérüljön itt a rakomány. És ez mi? Ez a D-pad cucc, ez mi? Még azt nem magyarázta a játék. Jó, itt mondjuk átmegyünk, srácok, mert eléggé jónak tűnik a... Nem olyan széles a... Jajjaj! Oké. Leküzdöttük a folyót. Nagyszerű. Anya? Oké. Hát beszarok, srácok. Próbálnám, de sprintelnék én végig, de nem olyan egyszerű ez. Oké, nyugi, álljunk meg, el fogok esni.
Oké. Akkor most tervezzük tovább a történetet. Igazából, aha, ettől a hegycsúcstól szerintem pont nem látni itt ez a krematórium rész. Vagy nem tudom, a hamvasztó központnak írja. Ide rakok mondjuk egy jelölőt, hát nem tudom, itt valahogy megpróbálják leküzdeni ezt, így valahogy, így, és akkor úgy meg már szerintem adott lesz. Aztán meglátjuk, mondom. Ott egy létra! Nézd csak, az valaki ott hagyta azt a létrát, látjátok? Az valaki ott hagyta. És lehet lájkolni. Majd visszafele lájkolom, mert most ugye nem kell arra mennem. Jajaj. Nyugi. Oké, zenei részleknek vége. Nézem, hogy te csináltad, csak ritkábban, mert próbálok figyelni azért a sztorira is. Ott is van egy létra. Ez micsoda? Lehet lootolni ilyen bogarat? Felszedés. Hoppá, felszedte a bogarat. Micsoda? Kriptobióta megszerezve. Nem lenne egyszerűbb eltemetni? Csak kérdezem. Nem hiszem, szerintem ez nem olyan egyszerű itt ebben a világban már. Na, el ne essészem. Fú, mennyi nem tudnám én felvinni egyébként ezt a holttestet valahova. Meg tudom fogni, most már rájöttem, hogy fogni kéne, mert itt már nagyon egyenletlen a talaj. Telepletapogatót. Azt írd valami, egyes pontokat követ ikonok egyike jelöli. Kék, sárga, meg kockázat szintet. A telepletapogató szerint megtalálni biztonságos utat. Ah, oké. Okay. Aha. Jó, hát akkor így jövök. Jó. Ez így tök jó, hogy van ilyen amúgy. Oké, elértem az eljelölőt is. És nézd meg, ki van izélve. Ki van létrázva. Az mondjuk elég kényelmes lesz úgy nekünk. Nem tudom más, hogy mennék meg egyébként. Vagy hogy mennék föl máshogy. Mm-hmm. Jó. Hú, de srácok, gyönyörű ez a játék. Meg olyan atmoszférája van. Meg tudjátok, mi jut eszembe? Az egész, ez a nyírkos. Hogy ilyen nyírkos az idő. Nagyon hideg van. Egy ilyen jó, mit tudom én, 5 fok van, 5-6 fok, hűvös, nagyon hűvös van, nagyon hideg van. Mint egy disztóvágás van decemberben, felkezd hajnal 5-kor, ilyen idő van. Ez jut eszembe az egészről. Kötelekség hasznos holmik. Terepszkenner, igen. És ott van Igor, egy Igor nevű ember rakta oda. Kész, ennyit tudunk erről. Szerintem az alapból ide van rakva egyébként a játék szerint, vagy nem tudom, de ez még szerintem nem... Like. Nyomtam rá egy like-ot. És akkor mászás. Hűha szem, azt nem így gondoltam, haver. De miért nem használja a létrát? Megragadás? Ja, mert meg kéne ragadni. Oké. Okay. Azt mondom, a megragadás az azt jelenti, hogy így elmegyek. Vagy mi, hogy elrakja. Ragad meg, szem? Aha. Wow. Kötelek, kötél megragadása. Hűha. Jól csinálom. Jézusom, srácok, itt aztán van minden. Közben nem tudom, közben nyomom megint, még így, és itt föl tud menni, mint az ilyen... Aha. Közben nyilván nyomjuk a lájkot, iszonyatosan. Hűha. Oké. Oké, most hol a rákba vagyok? Jó. Arra tovább egyenesen elvileg. És ez az. A gyönyörű, szép csernobili kéménnyel. Gyakorlatilag a többi már nem is kell. Mondom. Jó. Nem kell a többi útjelölő. Na, följöttünk. Jó van, nem volt az olyan tré. Hamvasztó fő Gócvárostól nyugatra. Damn. That's heavy. Bálint, köszönöm szépen a 400 forintot.
abszolút nem tudnék Lajos ide feljönni, már rég kiköptem volna a tüdőmet. Már infarktusban meghalnék. Vinném a hol, egy holttesttel indulnék el, és kettő lenne végül az út során. Nyisd meg a manzsetta menüt gomb, és válaszd a rendszer lehetőséget a mentéshez. A rendszer lehetős... Jaha! Rendszer... És itt hogy mentem el? Tippek. Oké. Napló. Ja, rosszra mentem. Mentsünk már egyet, tényleg, mert ez így... Oké. Jó, mentettünk egyet, nagyszerű. Hát, srácok, ez... Ez elég beteg. Valljuk be, hogy elég beteg ez a játék. Ez alap PS nyilvány ez a játék most, srácok, nálam, nem pro. Ez egyáltalán nem pro. Megjöttem. Hello. Meghoztam az elnököt. És minden olyan rideg, minden olyan kietlen. Köszönöm szépen, Bálint, még egyszer a 400-at, de ne költsetek rám, srácok, egy forintot sem. Terminál aktiválása. Leszáll az a hamvasztás. Még több creepiness. Nincsen PayPal támogatás lehetőség, Gucsó. Igazából ez a szuper csecse, tudom, hogy miért van, megmondom őszintén. Már ki akartam kapcsolni, nem egyszer. Figyelj, egyszer se estünk el. Én azt mondom, hogy ez egész jó jel, egyelőre. Egész jó. Nagyon automatizált minden. Nagyon be van biztosítva minden. És akkor így nem megy át végezzen a nekrózis folyamaton, vagy pontosan min, ugye? És lett belőle egy, viszont lett szivárvány. A szivárvány viszont tré. Carmelium density in the area is climbing rapidly. Heavy timefall is imminent. Get back here, now. Oké, visszamegyünk. Sam, burn the other cargo while you're there. Miért az mi? Az a izé? Az a morfium? Vagy az micsoda? De nem a morfium, hogy lenne? Azt odaadtuk, hogy ez mi van abban? What's this? BB-28. It's the unit Igor was assigned. It was hooked up to you when we found you in the crater. But why is it here? Because it's flagged for disposal. Central Knot's gone, and our headquarters along with it. Because that thing didn't do its job. It's all in Igor's logs. But it's still alive. It can't be repaired. And it can't survive outside the pod. Pity it if you want. But the decision has been made. It has to go. The director approved the order. Nehogy már elégessük azt a csecsemőt, az Isten áldja meg. Menjél csak. Is fucked. There's tons of them.
must be from the bodies we couldn't get up to the incinerator in time. Comes with the territory, I'm afraid. Can you sit out the rain? No. They're closing in on my position. I have to move before they realize I'm in here. Sam, if one of those things eats you, it'll trigger a void out. You'll come back, sure, but the surrounding area will still be a crater. I got an idea. Egy bizonyos Igorról is volt szó, aki ugye létrákat is lerakta, hogy nem nagyon végezte el neki a... Start your shit. Maybe you are defective. That's it. Do your thing. Ja, hogy én már megyek. Keep low. Move cautiously. Hogyan kell? Én elkerülöm ezeket, ahogy lehet, jó? Fulladni. Aha. És levegőzni kell. Öcsém. Meg fog fulladni. Uram, atyám, srácok, hát ez... Miért kapsz a dologtól? De ezek mindig itt vannak, érted? Nyugi, 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 kis levegő, kis levegő. Hát ez beszarás, srácok. Hát ez beszarás, srácok. Jó. Elvileg tiszta. Elvileg tiszta a terep. Aha, oké, nagyon jó, hogy tiszta a terep. Hogy a rákba megyek én itt le? Meg most éppen hol vagyok? Most... Ó, te jó Isten. Aha, itt van egy létra. De hát oda nem tudok lemenni. Aja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 j
nem erre kellett volna... bassza meg. Na mindegy. Hát akkor megpróbálunk valahogy arra felemenni, ott vannak a létrák. Vagy az lenne a logikus, hogy abba az irányba. Hát... Hűha. Az, hogy legalább nincs rajtunk csomag. Basszus sem. Jó. Hű, srácok, a legveszélyesebb úton jövök, ahogy csak lehet. BB stressz szintje növekszik. Jó, jó, nyugi, 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 nyugi.
ne stresszeljen itt nekem senki. Na most, nagyon hülye helyen jövök. Ebből, hogy én valahogy kikecmergek, az meg fog lepni engem. Bassza meg. Adrenalin szint emelkedés. Ellenséges találkozás adrenalin szintet megemelésre emlékszik, hogy gyorsan feltölt az állóképességet. Állóképességet azonban gyorsan csökkenni kezdve, hogy megszűnik az adrenalin hatás, de mindig így áll kulacsodba is. Pihenj, hogy visszatöltődjön. Ja, ott bal alul, amit mutatsz? Hogy igyak a kulacsomból? Monster Energy ívása. Oké. Okay. Nyugi, Sam, itt le tudsz menni, Sam? Légy szíves, Sam. Csak óvatosan leugrunk. Nem volt az olyan óvatos. Ó, srácok, a leghülyébb helyen jövök, érted? Ahol csak lehet. Ott a létra. Végig piros x-ek, nyilvánvalóan. Na mindegy, hát ez most már, én már arra vissza nem megyek, srácok, azok a szörnyek felé. Hát biztos, hogy nem. Nem vagyok én önmagam ellensége. Mi történt? Jó, jók vagyunk. Itt egy kis... Oké, nagyon jó. Népen nyugodtan, óvatosan. Ki szponzor? Azaz, hát mindenkinek kell. Egyensúlyozás. Egyensúly. Jó. Oké. Na. Gyönyörűen esik az eső. Ezt el lehet rakni? Esetleg az jó lenne. Tudnám használni valószínűleg még. Több like. Többször ismételte megnyomható like küldés. Többször egy... Jó. Ez csak egyet lehetett. Van egy bogár. Jézusom, srácok, leértünk egyben, relatíve egyben, épségben. Hát megőrülök. Nem hittem volna, mert annyira hülye helyen jöttem. Egy kötél. Klassz. Szépen, easy. Nagyon jó. Nagyon jó. Okés. Nagyjából szerintem jó fele megyünk, nem? Igazából nem is rakok jelölőket, mert emlékszem az útra. Ez nem egy túl bonyolult történet. Fú, srácok, ez nem volt egy egyszerű történet. Megmondom őszintén, nem volt egy egyszerű történet. Tetszik a játék. Aha, le is vettem már a cuccot, kapucnit. Akkor kijöttünk a viharból. Emelkednek föl dolgok. Kapott 4 lájkot, aha. Nagyon jó. És szépen a parton végigfutunk. Fúha! Srácok, tetszik a játék! Azt kell, hogy mondjam, nagyon rendben van. Hűha, arra nem jó. Kriptó bióta megevése. Opa. Igen, ez a játék ez egyébként elég durva rétegjáték lesz, én azt gondolom a hosszú távon az emberek szemében. Tehát nem mindenkinek való egyáltalán. Tehát aki tényleg az akciót keresi, meg a nem tudom mit, annak valahogy annyira nem való. De aki szereti megélni ezeket a drámai pillanatokat, akit a sztori érdekel, annak bőven jó lehet. Nekem ez egyre nagyon tetszik, de nagyon elgurult a gyógyszer, srácok. Iszletesen elgurult a gyógyszer. Ami egyébként tök jó, mert van egy ilyen tök groteszk felülete, felszíne. És ez biztos benne, hogy valamerre fog alakulni, meg valamerre fog menni, de hogy ez, srácok, iszonyatosan kemény. Nagyon heavy.
De maga ez a világ is olyan szinten idegen, meg olyan szinten rideg, hogy azt elmondani nem tudom. De tetszik egyébként, tehát hogy van egy feeling, és nagyon minél többet akarnék megtudni erről az egész világról, meg ezekről a dolgokról, amik körbeveszik ezt az egészet, meg ezekről a lényekről. Na ezek a kocsik. Come back to the distribution center. Check the location on your compass. Ez az itt, nem? On your compass, várjál. Hát, gondolom ez az. Jaj. Megmondom őszintén, igazából lefárasztja az ember agyát, meg az elmét, ez a sok dolog, amit fel kell fogni, meg ez az egész világ, hogy egy csecsemőt visz a mellkasán, közben az édesanyja holttestét viszi a hátán. Elégetni, hogy, most nem lehet eltemetni, mert különben átalakul ilyen földön túli lényé. When someone with dooms hooks up to a BB, your feelings and memories cause feedback, like with a speaker. It amplifies fears and stress. And runs the risk of taking you to a place from which you will not return. I'm sorry, but this BB has been pushed beyond its limits. Disposal is the only option. Sam, get cleaned up and come to the president's office. We need to talk. Arra azért kíváncsi, hogy mikor fogunk látni ilyen cosplayeket egyébként. Mert ezt aztán megcosplayelni, az nem egyszerű. Leselejtezni egy csecsemőt, már önmagába ez, érted? Oké, meg vagyunk. Megtett távolság 3 kilométer. Wow. Szerencsé annyira messze nem kellett menni, de visszafele szopó volt ott azokkal. Megmondom, hogy nem annyira értem ezt a kezet, vagy ezt a cuccot, ami mutatja, hogy honnan jönnek ezek a szarok, hogy arra mutat mindig, amerre jönnek, gondolom. Told you dooms and BBs were a dangerous combination. Jaj, hagyjál már. Perhaps a shower is in order. You're still covered in chiralium. Don't want the president to see you like that. The hell are you talking about? She's dead. You're upset. Is this about BB-28? Go fuck yourself. I'm not your errand boy. Well, in any event, it seems it owes you its life. No, we owe the kid our lives. You too. As you say, I shall look after it. Give my regards to the president. Már lett is egy új elnök. Mennyi srác, mennyit voltam el? Egy 20 percet. Összesen maximum egy fél napja halhatott meg az elnök, nő. És már van is egy új elnök, gyorsan történnek itt a dolgok, srácok. Felrobbanott a központ, azt mondta, hogy egyből csinálnak egy újat, kijelölnek egy újat, valami, nem tudom, nekem eléggé pörög itt a dolog. Pörgetik a dolgokat, srácok, tehát, hogy... Kemény a történet. It's almost time to go, Sam.
It's a dream catcher. Wear it when you sleep, and I'll keep the nightmares away. I'll always be with you. Epizód 2. Epizód 2. Amelie az, aki elindult ugye már a... egyesíteni az államokat, az Amerikát újra újra felépíteni Amerikát. Ő az, azt mondja, ő az, akit elküldött helyettem. Most vagy a testvérem, nem tudom ő ki. Szia Lili, köszönjük, itt voltál, jó ét! This is Di Hartman. There's a private room set aside for your use. Bridges perk. Take a moment to clean up. Wash all that Kyrellium off, then come to the president's office. Figurák vizsgálata. Oké. Vissza. Rendben van. Mosdó használata, figyelj. Pislancsunk egy... Hogy néz ki ez a mosdó? Kagylókkal kell majd tisztálkodni? Akció végrehajtása. Hajtsd végre az akciót, Sam. Fénykép készítése. Wow. Mi volt itt az akció? Az, hogy belebújik a tükörbe? Jézusom, ember! Miket művel... Aha. Mi a szart művel ez az ember? Ennek a Norman Reedusnek olyan arca van, srácok, hogy bármilyen pillanatban mint nem tudom, hogy kinyírna bárkit. Vagy nem tudom, ilyen... Van egy ilyen fáradtság az arcán, de ilyen igazán mélyreható fáradtság, ilyen lélekbe hasító fáradtság az arcán. Ezt véletlen nyomtam meg. Aha. Hát ez elképesztő. Oké. De ne, körbe akarnék nézni. Hihetetlen, srácok. Vissza. Oké. Jó, építés alatt a WC. Építés alatt van minden. Na jó van, srácok, én azt gondolom, hogy eléggé sokat játszottunk most. Már 2 órája megy a stream, srácok, körülbelül. Remélem, hogy élveztétek egyébként. Nekem nagyon tetszik egyébként a játék. Elvont elég durván, de szerintem tök jó. Hogyha gondoljátok, akkor írjátok meg kommentbe, hogy legyen-e még egyébként ebből esetleg livestream, haladjunk-e majd tovább benne. Én nem tervezem egyébként abszolút, erre mondom, én nem tervezem végig játszani. Tehát ez képtelenség nekem itt végignyomni streambe vagy valami. De hogyha úgy gondoljátok, hogy legyen belőle még, akkor akkor lesz még belőle, meg akkor megnézegetjük, amikor játszok valamú is, akkor fellövöm a streamet, és akkor nyomjuk, mert érdekes egyébként szerintem teljes egészében a cucc. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy mik a visszajelzések egyébként a videón, de majd most nézzük itt a kommenteket is, hogy mit írtok erre. Kicsit várni kell rá. Mert picit már késő van nekem is. De abba fogom hagyni most, Sándor. Mert... Ez most így azt gondolom, hogy... Elég volt. És akkor következőben innen folytatjuk, hogyha gondoljátok mégis. Megnézzük majd, jó? Megnézzük majd még, nem tudom mikor, majd a héten még szerintem ránézünk a játékra. Lehet, hogy holnap meglátjuk, nem akarok hülyeséget mondani. Meglátjuk, srácok, jó? Jó, figyeljetek, akkor eldöntöm, holnap fellövök még egy streamet. Szerintem ugyanúgy ilyen este, ilyen 7-8 fele. Ennyire furáltunk, adj még egy esélyt. Én nem írtam le a játékot, srácok, ne értsetek félre engem. Egyáltalán nem írtam le a játékot, tehát közel sem. Nekem ez nagyon tetszik, nagyon elvont. Csak azt mondom, hogy én ezt streamben nem feltétlenül fogom végigvinni. Jó, mindegy, holnap rámegyünk még, jó? Meglátjuk, hogy akkor mi merre hány méter. Én itt most akkor abba hagyom, itt most ezt megpróbálom elmenteni valahogy. Szerintem ez így mentett, remélem.
Miattat kezdtem el mostanit, de 5 napja kezdtem is Blacklist 6-nál vagyok. Nagyon jó, hajrá. Na jó van srácok, akkor tényleg ennyi volt. Köszi szépen, hogy jöttetek. Köszi szépen, hogy itt voltatok, remélem, hogy élveztétek. És akkor holnap ilyen, szintén ilyen, mit tudom én, este 6-7 körül szerintem akkor fellövünk még egy ilyen streamet, és akkor nyomatjuk. Tényleg köszi mindenkinek, itt voltatok, jöhet az out. Ró, remélem srácok, hogy élveztétek a videót, a leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti Butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey.